Mint arról már korábban mi is beszámoltunk, nemrégiben egy erőemelő szakosztálya bővült a Makó Búdó Klub. Vezetőjük Majoros Róbert 2011-ben kezdte el a súlyzós edzéseket, első erőemelő versenyére pedig 2012. augusztusában került sor. Majoros Robi, megköszönve szinte a bizalmat, és azt, hogy a Makó Búdó Klub keretei között versenyezhet, és mi köszönjük neki, hogy versenyzik is itt, illetve hát, hogy létrehoztuk az erőemelő szakosztályt, bizonyított azután, hogy egy körülbelül hónappal ezelőtt, nagyjából egy hónappal ezelőtt többszörös magyar bajnoki címmel kijutott az Európa-bajnokságra, és az elmúlt hétvégén az Európa-bajnokságról aranyéremmel tért haza. Ezt az első helyezést fekvenyomásban sikerült elérni a makói versenyzőnek 216 kg-mal. Emellett azonban összetettben sem teljesített rosszul, combsérülése ellenére második lett, mindössze 10-zel elmaradva a nyertes 806 kg-jától. A Lengyelországban megrendezett versenyen számos régi és új baráttal találkozott, és sok szép élménnyel tért haza. Ugye ez nálunk úgy működik, hogy egyik nap van mérlegelés, másik nap pedig versenyzés, és ugye két versenynapon volt, akkor volt két mérlegelős nap, meg két versenyzős nap, és az első nap próbáltuk megnézni, hogy hol van a versenyhelyszín, hogy ugye, mert csak idegen ország, idegen városa, hogy azért ne kelljen sokat sétálni. És végül volt a szombatunk teljesen szabad, azt Varsóba töltöttük, pihengettünk, beszélgettünk, mert ugye anyukám az nem él velünk, hanem ő külföldön, és akkor ezen a versenyen ott találkoztam vele. 3-4 hónap után először kisfogommal együtt mentünk, és akkor picikét így családoztunk. A már hatszoros magyar és immár Európa bajnok azonban most egy kis pihenőt tart. Mint elmondta, a következő egy hónapot kardióval, nyújtással, regenerálódással tervezi tölteni, hogy aztán újult erővel vethesse bele magát az edzésekbe.